kívánt egy nőt, egy ünnepelt énekesnő, ki mindig a szívről dalolt. Rózsa a kedvence volt, festő mindent eladott, házakból eddig lakott. A Kultúrpercek sorozatban állt a képzeletbeli színpadra a Medinai Tambura zenekar. A társaság alapvetően a népzene világából érkezett, hiszen évtizedeken át ők voltak a Bartina Néptánc együttes kísérő zenekara, és ugye medinaiak, mely faluról lehet tudni, gyűjtőhelye a muzsikusoknak. A zenekar úgy jött össze, úgy jött létre, ugye külön-külön zenérünk mindegy táncos zenekarokba, és borversenyekben közel 30 éve járunk ebből a felállásba, és jött egy olyan ötlet Zalántól, hogy elkezdett régi dalokat hallgatni, régi sanzonokat, régi magyar nótákat például Kovács Apolloniától, és ő saját maga elkezdte kidolgozni, és egy este összegyakoroltunk, és valami hihetetlen hangzás jött ki ebből, hiszen a hangszerek külön-külön más szólamokat játszanak, illetve az énekbe körülbelül megint négyszer másféle hangon énekelünk, és gyakorlatilag egy orgonát, mikor lenyom az ember ilyen sok-sok hangzásból jön érte. A tamburáknak ez a nagyon jellegzetes hangja, és innen elkezdtünk gyakorolni. A gyakorlásnak az lett a vége, egy CD-t ki tudtunk adni. Az, hogy most, hogy itt vagyunk, ez az egész nyáron való gondolkodás, újra gyakorlás, és lett ez az alkalom, amikor felajánlott a zenekar Szexárnak, illetve Paksnak. A CD is nagy sikert aratott, és a korongon található zenékből készült videókat is előszeretettel osztja meg a közösségi oldal népe. Nagyon megtiszteljük a vendégeket abban, hogy jó hangulatot teremtsünk, illetve hogy nosztalgiázzunk. Nem véletlenül az 50-es évek kávéházi zenét vettük elő, mellette persze a népzene is felcsendül, mind a hangszereknek a hazájából is, szerb zene is, de alapjában véve azt a korosztályt próbáltuk megszélozni, aki fölnőttek ebbe. Tehát akik fölnőttek, az már ugye mi is már második generáció, vagy gyerekek már harmadik generáció, de kötelességnek tartunk visszahozni ezeket a dalokat. Millió, millió, millió rózsaszál, érős napkorú tavaszi út korán. Millió, millió, millió rózsaszál, gyönyörű közeles sors ebben után. Főleg a szövegének van nagyon nagy értéke. Tehát gyakorlatilag megzenésített versek. És itt föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy figyeljenek rá, hogy mennyire szívhez szól, és vannak olyan dalok, amelyek a mai napig aktuálisak. Tehát eltelt 50-60-70 év, és mégis akkora üzenete van, hogy ezt nyugodtan tovább tudjuk adni a gyerekeinknek és az unokáinknak. Nagyon sokat hallgatunk, illetve nem én, hanem a Zalán, és abból csemegézünk. És mindig az volt a hiányokat, és abból is az eredetit, mert nagyon sok feldolgozás van. Volt egy időszak, amikor ellakadalmasították ezeket a zenéket. Most mi visszapróbjuk hozni ennek a szépségét, eredetét, és tehát is akkordokba is, szóval nem úgy, mint a kávéházi zenét a vonósok, hogy minden hangra külön hangot fogtak, vagy akkordokat, mi lecsupaszítottuk, és teljesen tiszta hétköznapi kísérlettel kísérjük őket. A szépsége még egyszer az, hogy a hangszereknek is különböző szólamokba játszanak, és a mi énekünk is különböző. Kacvajti tajčove, nevih ti obiti. Gledam, ljubem se i plaću, putuju s nadom, ja odlazim sam. Gledam, uči dečaku, ranja se detinsku, ugašena svetla na peronu. Kakva si mladost, Asada Dio, Asada Dio.
Ennek van gyökere, miközben egy barátom fölkutatott, az egész világon ismerik a tamburát, különböző más neveken. Gyakorlatilag Szerbiából indult el, hogy jöttek fel a szervek, hozták a kultúrájukat, hangszereiket. Hát nem véletlenül itt ugye délvidéken volt a legtöbb tamburazenekar, a Paksi tamburazenekar, Bátai tamburazenekar, Mohácsi tamburazenekar. És sajnos akkor a zenekarok voltak mindegy vonós, tehát minden hangszernek. Ez most legcsökkent ilyen 3-4-re. Mi is próbálunk alkalmazkodni ahhoz, hogy a print tamburát, basszim tamburát, tambura csellót, tambura bőgő, tambura brácsa. A hangszerekben az érdekes, hogy a tambura bőgő a legidősebb, ő 100 éves. Az én tamburabácsom legfiatalabb, ő csak 2 éves, de azt is Bajmokról hoztuk az eredeti hazájából. Egy idős hangszerkészítő bácsi készítette, és őtől vettük. Egy valami